Az elmúlt 4 napban 7989 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Meghalt 436, többségében idős, krónikus beteg, de van köztük egy 4 hónapos koraszülött baba is. Kicsit több mint 4000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 409-en vannak lélegeztetőgépen. Viszonylag nyugodt karácsonya volt a magyar egészségügynek ahhoz képest, hogy más országokban a koronavírus milyen nagy terhelést okozott, mondta el a Budapesti Honvéd Kórház főigazgatója az M1 aktuális hétfő reggeli műsorában. Vikon Kál Norbert Miklós az interjúban arról is beszélt, hogy az Európában egyre több helyen dominánssá váló Omikron variáns által relatíve kedvezőbb irányt vett a koronavírus járvány, hiszen ugyan sok embert ér majd el, kevésbé okoz megbetegedést. A Honvéd főigazgató hozzátette, szinte biztos, hogy hamarosan elindul az 5. hullám. Éppen ezért a cél továbbra is a lapos járványgörbe, illetve az, hogy mindenki adassa be magának a koronavírus elleni védőoltásokat. Ebben az esztendőben 9. alkalommal szervezték meg a jótékonysági vadászatot. A 3 évvel ezelőtt országossá vált adománygyűjtési akció Fejér megyei állomásán 160 vadász jött össze annak érdekében, hogy minél nagyobb összeggel támogathassák a Szent György Kórház gyermekosztályát. A vadászok 5 helyszínen fácánokra vadásztak a Velencei tó térségében. Az országos jótékonysági program keretében 19 kórház gyermekosztályát támogatják, az előzetes számítások szerint idén 35-40 millió forint értékben. A jótékonysági vadászat 2013 óta ismert Magyarországon, és minden évben december 27-én tartjuk hagyományszerűen. Mondhatni, hogy beépült a vadászati kultúrába, a vadászok naptárába, szinte év elején beíródik, és 2019-től országos kiterjesztésű. A kezdete óta a Fejér megyéből indult egyébként a vadászat, kórházak gyermekosztályait támogatjuk. Az országos kiterjesztés óta 19 kórházba nyújtunk valamilyen volumenű támogatást. A 2019-es vadászaton 37, a tavalyin 35, az idei évben pedig 35-40 millió forint közötti adományt fogunk tudni nyújtani a támogatott intézmények részére. Összességében az idei évben átlépjük a 100 millió forintot, ami saját megítélésem szerint fantasztikus eredmény. Az öreg fiúk tornájával kezdődött el az idei 21. Mindig Vár Nonstop ünnepi fehérvári futballfesztivál. A 4 napos rendezvény a szervezők szerint nem más, mint egy nemzetközi kispályás labdarúgókupa határok nélkül. A mai tornára 6 csapat nevezett, 2-3-as csoport körmérkőzései után jön a bronzmérkőzés és a döntő, majd az eredményhirdetés, melyre egyébként minden nap 19 óra 41 perckor kerül sor. Kedden 6 csapat női tornája és a Kis Lajos emléktorna következik. A hölgyeknél a rendezés hasonló, mint egy nappal korábban, a csapatok között egy határon kívüli a magyar kanizsa lesz. Az utolsó 2 nap lesz a 16 csapatos nagy torna, mondhatni a Bajnokok Ligája. Aktív NB1-es, NB2-es játékosok sokasága lép majd parketre, akik között nagy küzdelem, színvonalas teremfutball várható.